első sem riasztotta vissza az embereket a szüreti napok programjaitól. A Human Brass Band együttes szombati koncertjén elképesztő hangulatot varázsolt a Vármegyeháza színpada helyett a Kapuhajban. A rossz idő ellenére az ország számos pontjáról érkeztek a Tolnai megyeszékhely egyik ikonikus rendezvényére. Győr-Sopron megyéből érkeztünk, most vagyunk itt első alkalommal, és hát reméljük, hogy jól fogunk szórakozni. Budapestről és Miskolcra barátainkkal, rokonainkkal több éve járunk erre a rendezvényre, és nagyon-nagyon jól érezzük magunkat. Az eső ellenére is mindig el szoktunk jönni. A hagyományos szüreti felvonulás ugyan elmaradt, de a programok többségét fedett helyen meg tudták tartani. Azonban a szervezők a felvonulásról sem mondtak le végleg. Olyan sok munka, olyan sok előkészület volt itt a résztvevők részéről, a szereplők részéről, iskolák, intézmények, néptánccsoportok részéről a felvonulásban, hogy mi szeretnénk később egy másik időpontban bepótolni. Ez egy kicsit rendhagyó történet, ilyen még nem volt a szüreti napok kapcsán, hogy egy felvonulás nem a szüreti napok alatt valósult meg, de azt hiszem van erre máshol is példa az országban, úgyhogy amennyiben majd ezzel a partnereink egyetértenek, úgy mindenféleképpen keresnénk erre egy alkalmas időpontot. A Most jön a java elnevezésű Tolna megyei táncegyüttesek találkozóját és a szüret táncos párja választást a Babits Mihály Kulturális Központban tartották meg, szinte teltházzal, ahol a 2022-es szüreti fesztivál táncos párja, a Bartina Néptánc Egyesület színeiben induló Szabó Zsófia és Görzsöny Bálint lettek. A fesztivál utolsó napján már az égiek is kegyesek voltak, és ez meg is látszott az utcákon. Fiatalok, idősek, kisgyermekesek egyaránt kilátogattak a rendezvényre. Már akartunk jönni, csak pocsék idő volt eddig. Lelátogattunk egy kicsit a családdal, hogy kiszellőztessük a fejünket. Gyurkovics Jánost, Szekszárd alpolgármesterét is felfedezte stábunk a vasárnapi tömegben. Természetesen azért nagyon örülök, hogy nagyon sok emberrel találkozik az ember, nagyon sok jó baráttal, és hát mindenkihez van az embernek egy-két jó szava, és örülök annak, hogy azért jó szórakoznak az emberek. A műres a fejed lesz, mivel megtöltöned, a nap süti szemedet, mindegy a szerepet, az égek a szerepet. A 2022-es szekszárdi szüreti napokat a Punani Massive koncertje zárta az emberekkel teli Szent István téren.